Esperes úr ezüstmisére készül 25 éves évfordulát ünneplő pappá szentelésének. Milyen indítatásból lépett erre a pályára? Igen, a 25 éves évforduló, ez pont a napos napján, Pádai Szent Antal ünnepén, most vasárnapra esik, akkor csütörtöki nap volt, 1985. június 13-a. Papi hivatás felé egész kis gyermekkoromtól kezdve ébredezett bennem, és az oltárszolgálatában minisztránsként sokat szolgáltam, és ugye ott is maradtam, mint amint látszik, most már papként 25 éve. Milyen állomás helyeken teljesített szolgálatot ebben 25 évben? Első állomás helyem a Pákai plébánia volt, Mester Vince plébános úr mellett voltam kápláni beosztásba, majd következett Lenti 2 évre, aztán mellette Kálócfa, Kerkakutasi lelkiség ellátása, aztán Resznek, Szentgyörvölgy, hozzákerül később majd 2000-től Cseszregi plébánia plébánosaként szolgáltam a rám bizottakat, hozzátartozott a kálócfai, szentgyörvölgyi, kerkakutasi plébánia, amely most ugye egy közös néven, cseszregi plébánia néven van egyesítve. És ez, tavaly kerültem ide, Lentibe, tehát most lesz 1 éve augusztusban majd. Mire emlékszik vissza szívesen, és milyen nehézségekkel kellett szembenézni az elmúlt években? Hát az egész papi életemre elmondhatom, hogy én boldog, örömmel élő pap voltam. Tehát a nehézséget azt mindig úgy kezeltem, hogy az az élet velejárója, és igyekeztem eleget tenni a kihívásoknak. Inkább nekem sok lelki pásztori örömem volt, mint nehézségem. Nehézséget a Jóisten megoldotta, hiszen mindig rábíztam minden állomás helyemen magamat rá boldogságos szűzanyára, és az adott templom védőszentjére, hogy ők segítsenek abba, hogy ott, azon a helyen tudjak jól dolgozni, a hívek lelki javát szolgálni. És milyen szép emlékek vannak? Hát a szép emlékek azok. Az ember előtt most ilyenkor föltululnak, kezdve a sok első áldozás, vérmálás, keresztelők, esküvők. Aztán ugye a temetések sem elhanyagolhatók, hiszen az egy végső búcsú, sok olyan embertársamat, jó hívet kellett eltemetni, amelyikhez sok szeretet, barátság fűzött, és ugye ez is az élet velejárója. A hittanóráknak az öröme, aztán beteglátogatások, különböző lelkipásztori örömök mindig ott vannak az ember mellett, és ha ezeket szívesen csinálja az ember, akkor a papi élete örömteli és boldog papi élet. Mennyit változott meg az élete, miután Esperessé nevezték ki? Hát ugye nagyon mozgalmas lett az életem, és szinte egész nap szolgálat van, mert egyedül vagyok itt a Lenti plébánián, és mellette hát a Esperessé tisztségnek a dolgait is el kell látni. Úgyhogy mozgalmas lett ez az élet. Most az utóbbi évben különösen. Hogyan készül az ezüstmiséjére? Az ezüstmiséjére azért örömmel készül az ember, hiszen 400 van mögötte, és ennek minden papi öröme, gondja itt van az ember szívébe, lelkébe. Én a hívek közösségébe szeretnék háladó szentmisét bemutatni, mindazon kapott jókért, amit az ember az életében megtapasztalt, hívek részéről is, és mindenki részéről, akik a papi pályafutásomon ott voltak a közelemben, mellettem, akár hívők voltak, akár nem hívők.